Így nézett ki belülről, és madártávlatból az 5. atomfutás rajtja szombaton 10 órakor az ASE csarnok mellett felállított versenyközpontból. Idén az előnevezők száma már augusztusban meghaladta az 1100-at, a 2016-os eseményen 1500 főt is meghaladta a résztvevők száma, az összesítés még jelenleg is zajlik. A versenyzők idén is több táv közül választhattak, a 3,5 kilométertől egészen a 31,6 kilométerig egyéniben és váltóban egyaránt. A készülésem a Vizitszekszárd volt, ott 12 kilométert futottunk, első helyen beértem, és ennyi volt a felkészülés. Pár éve részese vagyok egyébként, több fele járunk, Balaton mindenfele. Hát nagyon-nagyon-nagyon szeretek futni. Igazából jó a csapat, jó a buli. Most megyek a Brutára, meg a 15 kilométerre neveztem. Remélem, hogy sikerülni fog. Elmentem edzésen futni a srácokkal, futottam 2,5 kilométert, úgyhogy most 13-4-et kell. A szervezők, Paksváros önkormányzata, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT, a Puszta Lovasudvar és Vendégház, valamint a Scheffer rendezvény szervező iroda a legkisebbekre is gondoltak, így 600 és 2000 méteren gyermekverseny is zajlott, egy időben a Nordic Walking rajtjával. Délután a kölyök brutál, majd a brutál futással folytatódott a program. A 30 fokot is meghaladó hőségben a nevezettek mindegyike célba ért. Az eredménylisták már megtalálhatóak az atomfutás.hu honlapon. A programról bővebben szeptember 6-án, kedden 19:15-kor kezdődő Lelátó című sportmagazinunkban láthatnak.